Végtelen, fekete, mély. Ma hallgasson el minden szenvedély. Búg szél, arat felel, csak telegé. Adjam létező, búgs raboknak szárnya. Hitünk kialvó, hangoló tüzé, a telehelyzted éleszte fel, hogy bilincsek közt is remélünk el. Megemlékezéseket tartanak. Olyan hősök előtt tisztelnünk, akik megértették a kor, a pillanat feladatát, és vállalták azt, és életüket adták a hazáért.
Végtelen amit elszeltek arra, mélysebb elvérsz a kedvenc. Messzi földvidékiről, közelbertem mélyül. Aha, nem hallik el. Elcskönjét, ó név, hogyha tudsz, ha adhat még a fájdalom. S mi lelked a múltakba hal, zendüljön meg a régi dal, mint vízszak hajtadon. A magyar forradalom és szabadságharc szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak. Azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak külső erő segítségével lehetett legyőzni. Hazánk függetlenségért folytatott küzdelmének az 1849. augusztus 13-ai világosi fegyverletételbe tett véget. Hajnaú, a császári csapatok főparancsnoka valósággal vadászott a császári királyi tisztekre, hiszen tudta, hogy az ő ellenállásuk miatt tartotta magát ilyen sokáig a magyar sereg. Hadbíróságokat állítottak fel. A vár esküszegés fegyveres lázadásban való részvétel, valamint felségsértés és hazárulás volt. Mindegyiküket kivégezték. Egy szó villanott a hazán keresztül, egy röpke szóval annyi fájdalom. Éreztük, amint a föld szíve rezdül, és átvonaglik róla, völgy, halom. Az első hír, miről a szót kimondta, önnön hangjától visszadöbbene. Az első rémület kétségbe vonta, van-e még a magyarnak istene. Levélben búcsúztak szeretteikről, érzéseikről vallanak a most következő levél részletek. Nem bőséget a magyar alkotmányra, s esküvet halálomig meg kell tartanom. De ami a nincs János? Amit Isten ad, el kell viselni, mint oly sok háborús lesz az elmet. Keményen és félelem nélkül nézünk szemébe a kaszásnak, és próbált férfiként állják ki azt, amit rám értek. De Zsűfi a viszít. Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazán szolgálata. Kis erdő. Forma szeretett gyermekei, ne tegyetek senkinek szemrehányásokat, Isten áldjon meg, erősítsen és óvjon benneteket. Imádkozzatok áldatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánságos. Nézics Károly. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Láner György. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Názár Vilmos.
Adj gyermekei mindegyikének, ha kilép a világba egy emléket tőlem. Én ugye jelül annak, hogy az, aki becsületesen és tisztán élte egész életét, nyugodtan bír meghalni. Hátatlanul is, mint én. Te pedig, értem véd angyal, akinek kezeiben életem tisztább és jobb lett. Te neked, kedves Máriám, szolgáljon ezen vallomáson, míg a szó. Leginkább beszélt úr Károly. Egy pillanatnak milyen nagy a hatása? Évek. Egy pillanat. Erény, bűn, dicsőség, gyalázat, bánat, gyönyör, csak pillanatoktól függenek. A halál is csak egy pillanat, és mégis az örökké valóság áll mögötte. A világ felezne majd, ha látja a hóvírok munkáját. Nagy Sándor József. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit nem tettem volna életemben. Alázatosan gondolok Istenem elé, hogy igaz emberré, jó katonává tett. Töltember Gergő. Imádott szegény feleségem, a jó Isten óvjon téged és a gyerekeket. Ne hagyja, hogy túlságosan átbevérjétek mondatokat a mély fájdalomnak. Terjessze ki fejetek fölé óvó kezét. Ez utolsó és fő fohászom. Svejdel József. Valóban ne adnának kegyelmet nekünk? Az utolsó pillanatig olyan reménykedve bizakodom, hogy nem is tudom magam átengedni a halál gondolatának. Török Ignác. Nem sokára Isten, legmagasabb ítélőszék elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly. Drága imádott Inám, szeretett feleségem. Látom, meg kell halnom, óvjon Isten. Vezessen minden lépésedben. Utolsó leheletem, hogy odáll egy jó életben, bizonyosan újra találkozunk. Batthyány Lajos. Drága nő, hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában, amikor azt mondtuk, hogy még egyszer látjuk egymást. Ezt is megfogadták tőled. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulástak soha egyetlen gondolata nem fér között lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam. Ugyan ki is lesz most? A törvény a király estére volt vezérfonalam. Nem hagytam, hogy visszaéljenek velem. Ezért ölnek meg engem. Délen és éjszakon, s majdnem szakadt szíve, ilyenkor aranyú.
feladni fogok után idegen a lábam, idegen a járom. Nem tudik élni, mert tudálom. Add meg jó Istenünk, hogy a semmi pályán, ott túl a határon. Hadd álmodjon szépet, amely 13. Amit szeretni ezt a szent hadát, még szívünk végső verése dobban, vérezve, csonkán, még ezer fejokban. És te 13 polló szent halott, kik hűk voltatok 100 halálon át, iklessétek meg lelkünk templomát. Szeretném harsogni két egyedülébe, szeretném égetni reszkető világébe. Már betűnt el élni véres magyar élet. Ez a híd, a fegyver, hatalom és élet. Ezzel fordozódod minden ellenséget. Ezzel megválthatod minden szenvedésed. Mert a hit erő, mert aki hisz, győzött. Mert az minden halál és kárhozat fölött, az élet urával szövetségek között. Annak nincs többé lény, mitől megijedjen. Annak vase szíve minden vészsel szemben. Minden pokol ellen, mert vél az Isten. Annak lába nyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az elfikolt mező, és madárdaltól hangos lesz az erdő. Magyar, te most állva, elhagyott, veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hitet, s tiéd a jövendő. Olyan kis ország a hazám, a szívemre szorítanám, átugna rajta szívverésen, mint szivárgó vérekötésen. De népe, mint a többiek, egyrangú, annyit szenvedek, s a népnagyságát sorsa méri, máson az méri, ki nem éri. Rangját kényelben őrzi, nem forradó oszlop főiben. Kupolái lehultak régen, de ott él még alatta, térden. Félel van, hogy urat tisztel ma is, felé egy obeliszkel. Emlékművei így emelte lelkében az, ki letepelte. S mentölt, mondó, kérő, esendő, karjára veszi a jövendő. Az örök veszteség elővesz, ki nem veszthet már, az a győztes. Annyi elbukott forradalma örökségéből nő hatalma, s szenvedett múltjával előre megvált a boldog a jövője. Álmodj titkos simogatást, álmodj reggel éjtát.
Köszönöm szépen, egyben szeretnék gratulálni mindazoknak, akik a műsor megtervezték és lebonyolították és kivitelezték, mindazon gyerekeknek, akik közreműködtek. Szeretnék egyben az általános iskoláknak egy felajánlást is tenni, hiszen a leghíresebb október 6-ai ünnepség az 1890-ben volt, amikor Aradon a szabadság szobrot fölavatták, és mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei lehetővé teszik, illetve szállítási kapacitása is lehetővé teszi, kérem az igazgató urat, hogy amennyiben van rá igény, akkor szervezzék meg, hogy kiszállítsuk oda az osztályokat, akik még nem voltak és nem látták az aradi szabadságszobrot, ahol a magyar nemzet történetének egy töredékét lehet megismerni, hisz a szabadságszobor egy rendkívül híres szobor, amelyet közadakozásból a nemzet állított a 13 hősnek, 13 hős tábornoknak, egy olyan szoboregyüttes, amely egy svéd gráni talapzaton nyugszik, a tetején Hungária nő alakkal, aki kezében babérkoszorúval, fején a fekete sereg sisakjával, másik kezében pedig Szent István kardjával látható, és nézi a 13 hős alakját. A mai napig a nemzet emlékezetében él az 1890-es avatás, hiszen olyan emberek jelentek ott meg, nem csak volt Honvéd, a 1848-as Honvédek, Aradváros egyik legnagyobb ünnepsége volt, mintegy 30 ezer ember jelent meg, a volt tanácsháza előtti téren avatták fel ezt a szobrot, ahol olyan illusztris vendégek voltak jelen, mint Damjanics János özvegye, meg néhány tábornoknak a leszármazottai, és valamint Klapka György, aki ugye a komáromi várat védte, és fegyverrel a kezében távozott el a várból. A szobrot 2004-ben sikerült, mint mondtam, közadakozásból újra felállítani, és a magyar kormány, az akkori miniszterelnökök, a román, illetve a magyar miniszterelnök jelenlétében avatták föl. Azt gondolom, hogy a hazafias nevelésnek ez egy fontos szint, mivel közel van, nem maradjunk egyikük életéből sem azt, hogy ezt a szobrot ne tekintsük meg. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindannyiunkhoz.